mindenki, Horváth Péter Iván vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Ez a mai előadás tulajdonképpen a továbbfejlesztése annak, amit én most már jó pár éve fordítás elmélet címszó alatt előadok a fordítójelölteknek, mivel ez az én fő foglalkozásom, hogy a saját konkurenciámat képzem, tehát a leendő fordítókat és tolmácsokat. Ezen kívül pedig magam is gyakorló szakfordító és tolmács vagyok most már 21. éve. Amiről itt ma szó lesz, az nem az én szűk értelemben vett szakterületem, sőt el kell árulnom, hogy csak az elmúlt 2 évben terjedt rá ki a figyelmem, de hát egyre szenvedélyesebben igyekszem magam beleásni. Olyan értelemben azért én is kívülálló vagyok, hogy soha nem próbálkoztam még biblia fordítással. Ki tudja egyszer majd, hát ha szakavatott ennek a témának a szakavatott művelői megbíznak azzal, hogy magam szerény eszközeivel besegítsek. Úgyhogy, mivel ez vetített előadás, először is nézzük meg figyelmesen ezt a baloldali képet, ahol látunk egy Mózes szobrot, annak is a fejrészletét, és amint láthatják, a tetején ott van 2 szarv, tehát ez a bizonyos cím ennek köszönhető. Ezt próbáljuk meg jól elraktározni, mert majd a végén értelmet fog nyerni. Fókát már mindenki látott, azt hiszem, az állatkertben, de azért nem árt, hogy ne legyen félreértés, hogy itt miről beszélünk. Különben a többi dián inkább majd szöveget fognak látni. Tehát akkor vágjunk is bele, mert az anyag meglehetősen nagy, egyik rossz tulajdonságom, hogy rendszerint túltervezem az ilyen előadásokat, úgyhogy majd vélhetőleg vagy hadarni fogok, vagy pedig kihagyni dolgokat. De amint hallhattuk a szervezőktől, utána lesz módunk arra, hogy beszélgessünk, és akkor akiben esetleg kérdések ragadtak, azokat majd föl lehet tenni. Szóval ezt a 6 témát szeretném körbejárni. A legelső úgy hangzik, hogy szabad-e, kell-e fordítani egy szent szöveget. A második a biblia fordítások nyelvei, a harmadik nemzetközi áttekintés, tehát röviden számba vesszük a világszerte készült biblia fordításokat, utána a 4. pontban ugyanezt megismételjük magyar viszonylatban, az 5. pont tulajdonképpen a 3-asnak és a 4-esnek az összevetése, ott vonunk le közös következtetéseket. A 6. pedig ott rátérünk a konkrét fordítás elméleti és nyelvi vonatkozásokra, elég sok példával. Tehát akkor kezdjük ezzel, ahogy ígértem, szabad-e, kell-e fordítani egy szent szöveget. Nos, ahogy láthatják ebben a táblázatban, itt megpróbáltam felsorolni a főbb világvallásokat, az ő szent szövegeiket, azoknak a nyelvét, és végül azt a választ, amelyet ezek a vallások adnak erre a kérdésre. És mint láthatják, a hinduizmus és az iszlám elzárkózik ettől az egésztől, azt mondja, hogy a szent szöveg a szent nyelven íródott, egyáltalán a szent tartalmat tulajdonképpen megszentségteleníti bármilyen jellegű manipulálás, most a szónak az eredeti értelmében, tehát hogy hozzányúlok, valamit csinálok vele. Ezzel szemben a judaizmus, a buddhizmus és a kereszténység azt hirdeti, hogy igenis van létjogosultsága a szent szövegek fordításának. Itt az iszlám kapcsán egy rövid megjegyzés inkább érdekességképpen. A hithű muszlimok mind a mai napig úgy tartják, hogy ha mondjuk valaki szeretne a próféta követőjévé válni, de teszem azt, Törökországban látta meg a napvilágot, tehát nem az anyanyelve az arab, akkor természetesen le lehet fordítani számára a Koránt, csak hogy ők azt semmi pénzért nem fogják fordításnak nevezni, arra azt fogják mondani, hogy értelmezés, vagy kiegészítés, vagy körülírás, vagy segédeszköz, valami ilyesmi, és szigorúan 2 nyelvű kiadásban fog napvilágot látni, tehát önmagában nem is engedik, hogy az a szöveg megjelenjék. Na hát látjuk, hogy ezzel szemben ugye a judaizmus és a kereszténység nem véletlenül egy csoportba tartoznak, ugye ők úgy nyilatkoznak, hogy igen, bár hát az is nyilvánvaló, hogy a judaizmus, hiszen ugye a Biblia 2 részből áll, amikor fordításról beszél, ugye értelemszerűen ez csak az Ószövetségre tartja érvényesnek, hiszen ugye hát az Új Szövetséget ők nem olvassák. Nézzük akkor tovább. A kereszténység kapcsán tulajdonképpen úgy fogalmazhatunk, hogy nem is szent nyelve van, noha évszázadok óta ezt mondják, hogy tulajdonképpen a héber, az ógörög, kisebb részben az arámi, majd pedig a latin szent nyelvek, de voltak éppen azáltal, hogy
a kereszténység nem csak figyelemmel kíséri, hanem ösztönzi, bátorítja is a fordításoknak az elkészítését. Azt mondja, hogy sokkal fontosabb maga az üzenet, és a kereszténység hittel vallja, hogy az minden nyelven ugyanaz. Tehát a fordítás ennek nem árthat semmit. Ha azonban közelebbről megnézzük, akkor jelentős különbségeket fedezhetünk föl a protestáns és a katolikus szemlélet között. Ne felejtsük el, hogy Luther színre lépésével már 1517-től a protestáns egyházakon belül megjelenik a népnyelvi igehirdetés. Ez magának Luthernek fő követelése volt, és ő ezért sokat is tett, mint majd fogjuk látni. És ő szorgalmazta majd a követői is az egyéni biblia olvasást, ez ugye értelemszerűen fordításban történik, tehát nem az eredeti nyelvek segítségével. Hasonlítsuk ezt össze a katolikus állásponttal, 1965-ig, ugye a II. Vatikáni zsinatig latinul zajlott a misézés, tehát azért látunk egy bő 450 éves különbséget. A Vulgáta, amelyről majd lesz szó, mint a hivatalos latin fordítás, 1546-tól ugye a tridenti zsinat egyik határozata nyomán lett hivatalos, és 1979-ben látott napvilágot a Nova Vulgata, tehát egy új kiadás, azért ezért elég tekintélyes időtartam. És az egyház azt hirdette még a 19. században is, 3-4 pápa erről részletesen nyilatkozott, dekrétumokat adott ki, hogy a biblia fordításnak megvannak a veszélyei. Tudnélik szerintük félreértelmezéshez vezet, és tévtanok terjedéséhez, tehát nevezzük nevén a gyereket, az eretnekségnek az egyik meleg ágya lehet, a túl széleskörű biblia fordítás, és attól is tartottak az egyház vezetői, hogy a tanítóhivatalnak megrendítheti a hatalmát, ha ki a saját anyanyelvén fogja a kezébe a szentírást és olvassa. Azt is mondja a katolikus egyház, sok fordítás torzít, talán ezt ma már kevésbé állítják, de ez még a múlt században is így volt. Például a Jehova tanúi féle a Szentírás új világfordítását, azt egyértelműen eretnekségnek nyilvánítják. Én most csak a dolognak a nyelvi részéhez annyit szólnék hozzá, hogy egyéb iránt az angolból készült, nem is az eredeti nyelvekből. Azt mondja a katolikus egyház, hogy a fordítás különösen a képzetlen és az újonnan megtért híveket veszélyezteti, mert hát nekik hiányoznak azok a szilárd alapismereteik, amelyek segíthetnek elkerülni a mindenféle tévtanításokat. És ezért úgy nyilatkoztak ezek az előbb idézett pápák a 19. században, hogy a biblia fordítást, ha nagyon muszáj, akkor is csak szentszéki jóváhagyással végezzék, és minden esetben fűzünk hozzá magyarázatokat, amelyek az egyházatyáktól maradtak ránk, tehát még az őskereszténység korából. Több biblia fordítónak ennek megfelelően kiközösítés lett az osztály része, sőt Tindale, akiről majd még beszélünk, egy angol biblia fordító, halállal lakolt, jó, hát nem önmagában a biblia fordítás miatt, hanem eretnekség vádjával ítélték halálra, de hát elég sokat nyomott alatba, hogy ő bizony nem átallotta, hogy így mondjam, a saját anyanyelvére angolra lefordítani a Bibliát. De akkor nézzük is meg, hogy milyen nyelveken áll rendelkezésre a Biblia. Kezdjük talán a célnyelvek előtt, ugye célnyelvnek nevezzük azt, amelyikre készül a fordítás. Nézzük meg először a forrásnyelveket, és az én állításom az, hogy bár az eredeti szöveg, mint mondtam, az Ószövetség esetében 90 akárhány százalékban héber, és ugye egy picike maradék az arámi, az Új Szövetség esetében az ógörög, azt azért ne felejtsük el, hogy az eredeti szöveg mögött nagy részt ott lappang az arámi, hiszen erről fogunk még beszélni, a zsidóságnak már a babiloni fogság idején az lett az anyanyelve. Ahogy a tudományban szoktuk mondani, nyelvcsere zajlott le, számukra a héber megmaradt szent nyelvnek, tehát a szent iratokat, a szentírást úgy tanulmányozták, de számukra a hétköznapi érintkezés eszközeként az már nem működött. Tehát hadd idézzek itt rögtön egy bibliai részletet, ezt mindannyian ismerjük. Hol van a zsidók újszülött királya, láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Hát nyilvánvaló, hogy ez nem héberül hangzott el ez a kérdés, hanem vagy perzsa, vagy akkád nyelven, vagy teljesen mindegy ebből a szempontból, de a szentíró héberül rögzít, illetve rosszul mondom, mert Máté evangéliuma, tehát görögül rögzítette. Na most akkor rátérhetünk, hogy milyen célnyelveken olvasható ma már a Biblia.
Először is van egy olyan kategória, amelyre nem is a fordítás szót használnám, hanem csak azt, hogy forrásnyelvi korszerűsítés, hiszen a hébernek a mai változatát úgy hívjuk, hogy ivrit, és most már olvasható az Ószövetség ivritül is természetesen. És mondanom sem kell, hogy az ógörögöt meg átültették a mai, tehát az új görög változatára. Na de ami az igazi célnyelveket illeti, itt most igyekeztem ilyen különleges dolgokat felsorolni. Kontaktus nyelvek most messzire vinne ennek az elmagyarázása, laikusan fogalmazva a keveréknyelvek, amelyeket mindenféle kikötőkben beszélnek. Francia alapú Haiti kreol, angol alapú Hawaii pidgin, hát ezek nagyon alacsony presztízsű nyelvek, tehát maguk a beszélők úgy szoktak nyilatkozni, hogy ez nem is komoly emberhez méltó nyelv, de azért nekik ez nagyon is beválik a hétköznapokban, és a Biblia már olvasható ezeken a nyelveken is. Aztán ott vannak a kölcsönösen jól érthető rokon nyelvek, amilyen az észt és a finn például. Tehát gondolhatná a kívülálló, hogy egy észtnek minek fordítás. Hát ott van a finn, olvassa el azt, vagy fordítva. De nem, ez is nagyon szorosan hozzátartozik ehhez az egész tárgykörhöz, hogy a Biblia fordítók ezt komolyan veszik, hogy mindenki a saját anyanyelvén olvashassa el, akár mekkora nagyfokú az a hasonlóság más nyelvekkel, akkor is az nem ugyanaz a nyelv. Tehát ugyanígy a hindi és az urdu, ahol lényegében csak az írásrendszer tér el egymástól, de különben nagyon közeliek, vagy a holland és az abból kialakult afrikánsz, amelyet Dél-Afrikában beszélnek, hát ezeken mind külön-külön fordítás, sőt fordítások léteznek. És ott van még az a kategória, hogy jó részt íratlan nyelveken is, hát ugye ez most már fogalmi önellentmondás, mert azóta már írott nyelv, mióta van bibliafordítás, de erről majd még fogunk később beszélni, hogy ez a fajta munka feltételező, hogy legyen írásrendszere az adott nyelvnek, mert hogy sokáig nincs, ugye törzsi népek esetében. De hogy ne csak ilyen egzotikus dolgokat képzeljünk magunk elé, mint amilyen a harmadik világ, föl is tüntettem, a cigány nyelvet, amely hát eléggé pontatlan megnevezés, mert hát rengeteg nyelvet és nyelvjárást tudunk besorolni ebbe a körbe, hát minden esetre 2005-ben keletkezett a lovári fordítás, az első. Hogy érzékeljük azért a problémát, azt hiszem 1971 óta létezik egyáltalán ABC-je a cigány nyelvnek. Tehát ugye nagyon fontos ez is, hogy mekkora az írásbeliség, az írásbeli hagyomány, hogy legyen mire alapozni a munkát. Nézzük tovább, ugye ilyen esetben mindig az a probléma merül föl, hogy amelyik nyelvnek sok a területi változata, az úgynevezett dialektusát, azok közül választani kell. Igen, ám, de melyikre essen a választás? Hát nyilván most nem mi fogjuk megoldani a problémát, én csak szeretnék rávilágítani, hogy minden munkaközösség tagjai összedugják a fejüket, és akkor hát átgondolják, hogy van ez, meg ez a dialektus, hát melyiknek van a legtöbb beszélője, a legnagyobb hagyománya, a legnagyobb tekintélye, stb. Ugyanilyen probléma az is, hogy a Bibliát az egzotikus nyelvek esetében idegen nyelvre is kell fordítani. Tehát ezt úgy értsük, hogy Európából, Amerikából fölkerekednek a bibliakutatók, a fordítók, elmennek nem tudom én az amazonasi őserdőbe, és hát ott nem a saját nyelvükre fordítanak, hanem annak a kis természeti népnek a nyelvére. Hát ez önmagában súlyos probléma, az ókor óta nagyon komoly viták dúlnak szakmai berkeken belül arról, hogy szabad-e egyáltalán idegen nyelv fordítani és tolmácsolni, hát íme az élet kikényszeríti bizonyos esetekben. Aztán mi van, hogyha hiányoznak a megfelelő szavak, már pedig hiányoznak minden olyan nyelvből, amelyre eddig a Bibliát lefordították, ez a magyarban is így volt régebben, hát akkor valahogy ezeket a hiányokat pótolni kell, ez külön téma, terminológiából szoktuk ezt tárgyalni, tanítani, úgyhogy itt most nem is megyek bele. Aztán akkor ki ellenőrzi a fordítást, és milyen szempontok szerint. Az olvasók közül hányan fogják megérteni, és egyáltalán elfogadni. Ez fölmerült az előbb említett lovári fordítás esetében is. Szép és jó, hogy rendelkezésre áll, de maguk a fordítók mondták azt, hogy hát ezt ki fogja az érintettek közül kézbe venni, és úgy tekinteni, hogy ez Isten igéje, és erre nyugodtan hagyatkozhat. Tehát ezek a kérdések mindig fölmerülnek. Ami a nyelvjárásokat illeti, volt egy nagyon érdekes kísérlet, többen talán a hírhedt jelzőt tartanák megfelelőnek ebben az esetben. Egy prédikátor az amerikai Georgia államban hozta létre ezt a Cotton Patch Bible című változatot,
amelynek nem csak az az érdekessége, hogy az egész nyelvezete olyan, mint amilyet a fekete rabszolgák beszéltek az ő korában, hanem az is, hogy az egész evangéliumnak a helyszíneit áthelyezi oda Georgia államba. Tehát ennek megfelelően Jézus is Gainesville-ben látja meg a napvilágot, hát most nem sorolom, és az összes többi esemény ott zajlik. Aztán ugye ott vannak a mesterséges nyelvek, tehát ezekre is lefordították a Bibliát. Az Esperanto természetesen, amikor Zamenhof ezzel előrukkolt, ugye az egyik első műve az volt, hogy a Bibliát, legalábbis az Ószövetséget lefordítsa, és hát a Star Trek, én nem tudom mi az, sokan ismerik, abban állítólag létezik egy Klingon nevű mesterséges nyelv, hát nem hiszem, hogy a teljes szentírás, de elég sok része olvasható Klingonul, aki nem hiszi, az járjon utána, és főleg ellenőrizze, hogy az hiteles-e. Na most, hát van egy ilyen honlap, a bible.com, ugye mindig vigyáznunk kell ezekkel a statisztikákkal, mert soha nem a valóságot tükrözik, de hát a nagyságrendet azért láthatjuk. Eszerint 2823 fordítás létezik 1879 nyelven. Ez nyilván azt jelenti, hogy nagyon sok a részleges fordítás. Ugye ez mindig is így volt a történelem során, ugye a teljes fordítás, hát az sokkal időigényesebb, pénzbe kerül, stb. És hát ezt az adatot vessük össze azzal, hogy becslések szerint mintegy 6000 nyelvet beszél az emberiség a világon. Tehát van még hova fejlődni, de aki olvasta ennek az előadásnak a bevezetőjét, ott írtam, hogy ez a világon a legtöbb nyelvre lefordított könyv. Tehát íme itt vannak az adatok, hogy azért már sikerült meghaladni ennek a bődületes mennyiségnek az egyharmadát. Van egy Wycliffe nevű, hát nevezzük így társaság, ez ugye már a múlt század második felében 500 fordítással készült elő, tehát ez önmagában is szép teljesítmény, de újabban kitűzte azt a célt, hogy 3 éven belül elkezdi a fordítást minden olyan nyelven, és ez 1800 nyelvet jelent, amelyen még egyáltalán szükség van rá. Ezzel megint nem húznám az időt, de ez nagyon nehéz kérdés. Ugye Kelet-Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában már most gondoljunk a honos közösségekre, tehát ne a gyarmatosítóknak a leszármazottaira, hogy egyáltalán eldönteni, hogy kik igénylik ezt, mert hogyha ott a helybeliek rábólintanak, az egy hosszú évekig, évtizedekig tartó munka, azt komolyan meg kell szervezni. És akkor most tekintsük át ennek az egésznek a történetét. Induljunk ki először is abból, hogy a nagyvilágban hogy nézett ki a Biblia fordítás. A Krisztus előtti második században, ezt már említettem, a zsidóság, hát most profánul fogalmazva, elfelejtette a saját nyelvét, hát ezt úgy szoktuk szakszerűen mondani, hogy nyelvcsere történt, tehát egész egyszerűen a héberrel rokon arámi nyelvet kezdték beszélni a babiloni fogság idején. Aki olvasott régebbi irodalmat, az tudhatja, magyarul ezt úgy hívták, hogy káldeus, ugye az ugyanaz, mint az arám vagy arámi, egyébként mind a mai napig létezik, csak hát egy nagyon kis nyelv. És azt mondja, hogy ha megnézzük ezt az alsó sort, Nehemiásnak a könyvében olvasunk egy olyan részletet, hogy a nép összegyűlik meghallgatni Mózes törvényét, és felsorakoznak a levita papok, akik lefordítják, csak hát ez szóban értendő, tehát ki áll a nép elé, ugye hát a vallási vezető, és hát a nép meg nem érti a saját nyelvén, hanem neki már kell tulajdonképpen tolmácsolás, nevezzük nevén, úgyhogy hát ezek nagyon adhok alkalmi megoldások, de idővel ezekben egyre több lesz az ismétlődő jelleg, ezeket hívjuk úgy, hogy targum, maga a szó annyit jelent, hogy fordítás. A következő fontos mérföldkövünk a Septuaginta, mert ez eleve írásban jött létre. Ennek a pontos keletkezési idejét viták övezik, de hát mondjuk, hogy nagyjából Krisztus előtt 250 és 150 között jött létre. Kezdjük először a mesével, vagy hát szépen fogalmazva a hagyománnyal, mert az úgy szól, hogy II. Ptolemaiosz, aki Alexandriában uralkodott, bővíteni kívánta a könyvtárát, és rájött, hogy még onnan bizony az Ószövetség hiányzik. Ezért Jeruzsálemből hozatott 72 bölcset, ugye nyilvánvalóan ahány törzs annyiszor hatott, tehát így jön ki ez a szám, és megbízta őket azzal, hogy lássanak munkához. Ugye ennek a hagyománynak van egy olyan
változata, hogy őket külön-külön szállásolta el, és mit ad Isten, hogy stílusos legyek, 72 nap elteltével ugyanarra az eredményre jutottak, tehát szóról szóra ugyanígy fordították le. Jó, hát ezt nyilván nem kell komolyan vennünk. Ennél közelebb állhat a valósághoz az, hogy nagyjából 150 évig zajlott ennek a Septuagintának, tehát az Ószövetségnek a görög nyelvű fordítása, csak hogy követhető legyen, amit mondok. Tudnélik, akkor még maga az ószövetségi kánon sem alakult ki. Tehát még akkor íródtak újabb könyvek, még nem dőlt el végérvényesen, hogy ebbe mi tartozik bele, mit kell kijavítani, stb. Stb. Tehát ezért is olyan különleges. Ugye maga ez a Septuaginta latinul azt jelenti, hogy 70, tehát erre utal, hogy ez a 71 néhány bölcs vett benne részt. Az, hogy ma műfaji csoportosításban olvashatjuk az Ószövetség könyveit, tehát hogy a történeti, a proféták, a zsoltárok, stb., az nagyrészt ennek köszönhető. Ugye a kanonizáció folyamata az ezt is jelenti, hogy műfaji szempontból csoportosítják az egyes részeit. Még van ennek a Septuagintának egy különleges jelentősége, mégpedig az, hogy az Új Szövetség, amely, mint mondtuk, ógörögül keletkezett, nagyon sokszor idéz, pontosabban hát nem ő, hanem az ott megszólaló szereplők sokszor hivatkoznak az Ószövetségre. Ugye Jézus is mindig mondja, hogy a törvény és a proféták. Hát az őnál azt jelenti, hogy az Ószövetség, és minden ilyen alkalommal a Septuagintának a görög változatát idézi szóról szóra. És akkor aztán elkezd terjedni Krisztus után a kereszténység, és így jön létre először is a kopt, aztán pedig a szír fordítás, majd a II.-III. Században a vetus latina, amely annyit jelent latinul, hogy régi latin, ugyanis arról van szó, hogy a római birodalom, ahogy kiterjeszkedett a földközi tengernek a medencéjében, hát értelemszerűen, amikor már ugye államvallás lett a kereszténység, terjesztette magát hát a Szentírásnak az akkor rendelkezésre álló könyveit, és hát megindult ezeknek a latin fordításuk, hiszen mégiscsak ez volt az államnyelv. Ezek azonban töredékesen maradtak fönn, és egyáltalán nagyon hullámzó volt a színvonaluk, tehát volt közöttük nagyon jó is, nagyon rossz is. Ugye az európaiakat hívjuk italának, és az észak-afrikaiakat pedig afrának. Tehát ezek a legkorábbi latin fordítások, és ezek mind a Septuagintán alapulnak. Érdemes erre a részletre is figyelnünk, hogy szépen egymásra rétegződnek az évszázadok során az egyes biblia fordítások, tehát soha nem a semmiből nőnek ki. És akkor itt van megint egy nagyon fontos mérföldkő, Szent Jeromos, akinek a nevét bizonyára hallották már. Hát én az egyetemen mindig azt mondom a hallgatóknak, hogyha elakadnak egy nagyon nehéz fordítással, akkor kérjék Szent Jeromosnak a közbenjárását, mert ő lett a mi védőszentünk, ő a fordítóknak a védőszentje. Nem véletlenül neki köszönhetjük a Vulgata nevű latin fordítást, amely hát egy kicsit olyan, mint az isteni színjáték, hogy nem ő hívta így, hanem az utókor ragasztotta rá ezt a nevet. Ez abból a latin kifejezésből származik, hogy edicio vulgata, ami annyit jelent, hogy az elterjedt, vagy népi, vagy népszerű kiadás. Ugye Szent Jeromos első Damász pápának volt a titkára, és tőle kapott megbízást arra, hogy ezt a vetus latinát, tehát ezt a sokfelé lappangó anyagot először is gyűjtse össze, és utána akkor hát legyen kedvesebből létrehozni valami egységes, jó színvonalú latin fordítást. Ezért azt szoktuk mondani, hogy bármennyire is tiszteljük mi mai fordítók és tolmácsok Szent Jeromost, azért ez a szó szoros és mai értelmében nem fordítás volt. Erre ugye a középkor azt a szót használja, hogy kompiláció. Ugye latinul ez azt jelenti, hogy összeszerkesztés. Amivel egyébként én egyáltalán nem becsülöm le az ő munkáját, hiszen tényleg képzeljük magunk elé a helyzetet, hogy ott vagyunk egy gyertyafénnyel megvilágított helyiségben, körbevesz minket nem tudom én hány szövegváltozat, és azok között el kell igazodnunk és eldöntenünk, hogy most akkor szerintem ez a jó fordítás, nem, mégsem inkább az a jó fordítás, és ezeket valahogy össze kell fércelni. Egyébként ő maga fordított is, ugye a Zsoltárok könyvét például, csak az éppen kimaradt a végleges változatból. Szent Jeromos észrevette munka közben, hogy a Septuaginta
Vagyis, ugye emlékszünk, az Ószövetségnek a görög változata jelentősen eltér, azaz hibákat tartalmaz az Ószövetség eredeti változatához képest, ezért ő levelezéséből tudjuk, úgy nyilatkozott, hogy hát akkor ez nem is ihletett szöveg, ez nem is tekinthető proféciának, ez csak egyszerű tanult szövegírás, és azt is nagyon jól fölismerte, hogy az alexandriai fordítók, akik a Septuagintán dolgoztak, nem ismerhették Jézus Krisztust, ergo nem tudtak a feltámadásáról, így nem is ragadhatták meg a héber szövegnek a teljes értelmét. Ezért mondja ő, hogy hát akkor hagyjuk a Septuagintát, akkor mint Bartók, elnézést itt az időzavarért, hogy előreugrom az időben, hogy csak tiszta forrásból, hát akkor nyúljunk vissza az eredetihez, és leírja egy levelében, hogy akkor a hebraica veritas, vagyis a héber igazság kell, hogy legyen a fő fordítói elv. Tehát vegyük alapul az eredeti szöveget, éppen ezért a munkának egy későbbi szakaszában Betlehembe utazik, és elkezd héberül tanulni. Ugye hát azért gondoljunk bele, hogy ott a kora középkorban az egyáltalán nem volt mindennapos, hogy egy keresztény gondolkodó erre adja a fejét, de hát ő belátta, hogy a munka sikeréhez ez nélkülözhetetlen. Szent Jeromos három alapelvet fogalmaz meg, legyen a szöveg érthető, pontos és stílusos, az utóbbi azt jelenti, hogy irodalmi igényű, mert fölfedezi, hogy nagyon sok a költészeti jellegű szöveg a Bibliában. A Vulgátának óriási a jelentősége, évszázadokon keresztül sok más fordítás ezen alapul, majd fogunk foglalkozni a Káldi-féle katolikus változattal, annak is ez az alapja, és látjuk, hogy 1979-ben jelent meg a Nova Vulgáta, tehát egy borzalmasan hosszú időszakot fog át. No, de folytassuk a történetet, 4.-5. század, örmény, grúz, etióp, arab, perzsa, gót, ugye egymás után Európa szerte jönnek létre. Hát ahogy szoktuk mondani, a népnyelvi fordítások, aztán ugye itt a szlávosok figyelmébe ajánlom a Szent Ciril és Szent Metód, ezek ugye görög származásúak eredetileg, de a szlávokat ők hát térítették keresztény hitre. Hát ugye tudjuk, a Cirilnek a nevét őrzi mind a mai napig az általuk használt írásrendszer is. És akkor most egy laza fél évezredet átugorva, hogy azért ne üljünk itt hajnalig. Ugye volt egy John Wycliffe nevű angol lelkész, aki már az úgynevezett előreformációnak az egyik képviselője, és hát ő fordítja le először angolra az új szövetséget, mégpedig a Vulgáta alapján, majd pedig az Ószövetséget. Ez később is így van, hogy hát azért a keresztények mindig az új szövetséget tartják fontosabbnak, úgyhogy ebben a sorrendben szokott elkészülni, és ehhez igénybe veszi a Lollard nevű vándorprédikátorokat, akik faluról falura járnak, és hát egész egyszerűen élő szóban kezdik hirdetni ezt az angol Bibliát. Hát ne felejtsük el, hogy ekkoriban még ugye, írás-olvasás tudás az nagyon keveseknek a tudománya, tehát hallás után jegyezték meg az akkori keresztények ezt a szöveget. 1453 csak is azért tüntetem fel, mert hát a Biblia fordításnak is sokat segített, hogy Gutenberg föltalálja a nyomtatást, és ugye ennek örömére kiadja ezt a bizonyos 42 soros Bibliát, de ez ugye nem fordítás, ez csak azért mondom, ez egy könyvészeti esemény. Viszont annál fontosabb, hogy a középkor végén, az újkor hajnalán egyre inkább megélénkül az érdeklődés az úgynevezett nemzeti nyelvek iránt. Tehát amelyet az egyes európai országokban spontán módon beszélnek az emberek, nem pedig, ahogy emlegettük, a szent nyelvek. Tehát a német, angol, francia, olasz, spanyol, stb. Így jön létre a cseh Biblia, aztán akkor ugye színre lép rotterdami Erasmus, aki mai szóval élve az Ószövetségnek létrehozza a kritikai kiadását, tehát kijavít benne mindenféle hibákat, gondozza a szöveget, majd ő maga lefordítja ismételten, úgy értve, hogy Jeromos után másodjára az új szövetséget latinra. És ez azért jelentős, mert aztán sokan a nyomába szegődnek, nem sokkal később Luther Márton, hát az egyik legnagyobb név a Biblia fordításnak a történetében,
hogy egy kis ilyen krimi ízű résszel kezdjük a dolgot, a Wormsi birodalmi gyűlésen császári átkot mondanak rá, majd a 100 választó fejedelem a saját érdekében elraboltatja, nehogy Husz Jánosnak a sorsára jusson, tehát kivégezzék, és ezért 10 hónapot tölt el Warburg várában. Ez az idő azonban elegendő neki arra, hogy egymagában lefordítsa az új szövetséget. Hát ezt próbálja valaki utána csinálni, tényleg mai szemmel nézve ez egészen hihetetlen, de így van. Hadd jegyezzem meg, hogy az ő korában azért léteztek már német nyelvű fordítások, 18-ról volt akkoriban tudomása az egyháznak, ezek azonban mindegy-egy nyelvjárásban íródtak, és ez azt jelenti, hogy nem mindenki értette őket. Hát ha itt ül a teremben németes, az pontosan tudja, hogy a kölcsönös érthetőség mind a mai napig komoly akadályokba ütközik német nyelvterületen, ez akkor még inkább így volt. Úgyhogy azért jelentős Luther munkássága, most szigorúan nyelvi szempontból, nem teológiailag, mert az egységes német nyelvet, tehát azt, amelyet ma Hochdeutsch néven tanítanak az iskolában és a médiában használnak, tehát az a kiművelt irodalmi német, ez jó részt pontosan az ő bibliáján alapul, de hát ugye történetileg a szász nyelvjáráson. Nagyjából ez idő tájt lép színre egy másik angol lelkész, William Tyndale, szintén az új, majd az Ószövetséggel, tehát ugye angolra fordítja le, és ehhez igénybe veszi az Erasmus-féle görög kiadást. Csak hogy nem kap egyházi jóváhagyást, sőt, üldözni kezdik, ezért a hazáját el is kell hagynia. Németalföld, Franciaország, Németország ezeken a területeken bujdokolnak, nem csak ő, hanem sok más előreformátor és reformátor is. Tehát ott jelenik meg az ő bibliafordítása, azok a példányok pedig, amelyek Angliába kerülnek mondjuk becsempészve, és a határon egész egyszerűen elkobozzák, azokat nyilvánosan elégetik, mint eretnek műveket, őt magát pedig törbe csalják és kivégzik eretnekség vádjával. Úgyhogy nem kockázatmentes a bibliafordítás, mint láthatjuk. A spanyol, csak azért, mert nekem az angol mellett az a másik munkanyelvem, ez a medvés biblia arról kapta a nevét, hogy a címlapján egy medvének a képe látható, de hát nyilván ez sem a legelső, hanem mondjuk az első teljes bibliafordítás, amelyről tudomásunk van. És aztán ismét egy nagyon jelentős fordítás, első Jakab király, bíz meg 54 teológust, a legkiválóbbakat egész Angliából, hogy fordítsák le a Szentírást angolra. Nem mintha korábban nem lett volna, hiszen kettőt már említettünk, csak azt mondja, hogy hát mégis valahogyan próbáljuk meg ismét egységesíteni, és törekedjünk arra, ugyanakkor, szóval itt kicsit ellentmondásos elvek érvényesültek, hogy minél közelebb álljunk az eredeti szöveghez. Az eredményt illetően azt lehet mondani, hogy ez sikerült is, tehát valóban ez a Jakab-féle Biblia közel áll tartalmában az eredetihez, mégis hallás alapján jól megjegyezhető, tehát megint tartsuk szem előtt, hogy nagyon kevesen tudnak írni, olvasni ebben az időszakban, és szándékosan veretes, tehát nagyon régies és adott esetben elavult nyelvi elemek vannak a szövegében, de hát ezt akkor valahogy a kor szellem így meg is kívánta. Még érdekesebb teológiai szempontból, hogy itt katolikus és protestáns tudósok egyszerre részt vettek a munkában, és ők arra törekedtek, hogy az inga ne lendüljön ki egyik irányba se. Ne legyen se túl katolikus, se túl protestáns, hanem valami aranyközépút jöjjön létre. És egyébként azt mondják a kutatók, hogy ennek a szóanyaga végül is 80%-ban Tyndalen alapul, tehát megint nincs új a nap alatt, de hát mégis olyan értelemben óriási a jelentősége, hogy aztán ugye 300 éven keresztül ehhez ragaszkodtak az angol hívők. Itt egy holland példa 1637-ből. Egy poliglott bibliára is hadd utaljak, bár korán sem az első, ugye korábban is léteztek már több nyelvű kiadások, itt csak az érdekesség kedvéért mutatom, hogy ugye látjuk héber, szamaritánus, stb. Tehát meglehetősen egymástól eltérő nyelveken keletkeztek ezek a szövegek. És akkor megint nagyot ugrunk az időben, a gyarmatosítás már ugye az új világ, harmadik világ felfedezése korábban lezajlott, de mégis valahogy a 19. században kap lábra az az elképzelés, hogy hát akkor
kezdjük el komolyabban a hittérítés részeként lefordítani a Bibliát az egzotikus nyelvekre, tehát a burmai, kínai, bengáli, szanszkrit, hindi, stb. Több száz részfordítás jön létre, sziámi, maja, kecsua, szuahéli, stb. És egyre többször végzik a munkát anyanyelvi fordítók. Ugye mondtam, hogy eleinte ezeken a gyarmati területeken maguk a gyarmatosítók fordítanak, tehát európai emberek. Itt azonban például ezt a nigériai joruba változatot már egy helyi püspök készíti. Tehát ő szépen megkeresztelkedett, ő helyi egyházközösséget vezet, stb. És ő már az anyanyelvére fordítja le a Bibliát. Aztán a 19. században sorra jönnek létre a bibliatársulatok, ugye ezeknek ez az egyik fő tevékenységük, hogy ezzel foglalkozzanak. Majd a századfordulón fölmerül az az igény is, hogy szép-szép, hogy vannak egzotikus nyelvek, de hát azért a nagy európai nyelveket se hanyagoljuk el, noha a történet velük indult, és akkor 1885-ben például megjelenik ez a, ugye ez a revised szó, ez többször előkerül majd a revideált, ugye a Biblia fordításban mindig revíziónak nevezik latinosan az átdolgozást. Ez 1940-es években következik be az a fordulat, hogy korábban még missziók, egyházak és egyének foglalkoztak a bibliafordítással, itt azonban kialakulnak az erre szakosodott nemzetközi szervezetek. Tehát látjuk, hogy innentől már nagy üzemben zajlik a dolog, nem egy-egy elszigetelt ember végzi a munkát. Létrejön a nyelvészeti nyári egyetem Angliában, vagyis Amerikában, ugye mindmáig működik, és nagyon-nagyon ugye világszerte hatékony tevékenységet fejt ki, más néven a Wycliffe Biblia fordítók, majd az Egyesült Bibliatársulatok, Eugene Nida vezetésével, aki ennek az egésznek a vezéregyéniség, egy matuzsálemi kort megélt nyelvész, fordításkutató, baptista, lelkészet, mindmáig tanítjuk őt fordítás elméletből, mert az egyik legnagyobb hatású elmélet az hozzáfűződik. Hát ez a két szervezet mindmáig szoros együttműködésben, tényleg az egész világot behálózva végzi ezt a tevékenységet. 47, csak a rendkedvért ideírom, erről biztosan tudnak, hogy Qumranban felfedezik a holtengeri tekercseket, tehát ez nyilván magát a Biblia fordítást is új szempontokkal gazdagítja. És egy újabb fordulat az 50-es, 60-as években, amikor már az előbb említett Nájda és mások is kimerik mondani, hogy hát ezt az egészet tudományos alapra kellene helyezni, tehát vonjuk be a nyelvészetet, a néprajztudományt, nem tudom én, a kommunikáció elméletet, stb. És a korábban az egyéni és ötletszerű megoldásoknak a helyébe kerüljenek a nagyon is átgondolt, programszerűen érvényesített alapelvek. 1965, már említettük, a II. Vatikáni zsinat ekkor dönt úgy, hogy fölemeli a sorompót a népnyelvi változatok használata elől, mármint hogy a szertartásokon, a misén és egyéb helyeken elhangozhassanak ezek a szentírási részletek fordításban, és már ekkor merik kimondani azt is, hogy igenis ezek a szent iratok szóljanak az átlagemberhez, tehát hogy köznyelven, hogy egyáltalán nem kell, hogy a szentség megőrzése érdekében érthetetlen legyen ez az egész. Úgyhogy hát így ennek a szellemében jelennek meg ezek a spanyol, angol, francia és német, tehát már kifejezetten egyszerűsített nyelvezetű bibliafordítások. Itt az angol esetében néhány szót oda is írtam példának. Ez arra jó, hogy lássuk, hogyan térnek el a fordítók attól, hogy korábban latin gyökerű francia szavakat használtak, és aztán áttérnek ugye a germán eredetű, sokkal rövidebb, közismertebb szavaknak a használatára. És akkor a 21. század úgy néz ki, hogy most már ezerféle formája van a Bibliának, tehát a diák Bibliától kezdve a képregényes változatig, a bibliai sztorik, ezt a szakirodalom is így hívja, hát kazetta, ez ma már kevésbé érvényes, ugye helyette nyilván DVD, videó, rádió, TV, online biblia. Nagyon érdekes a Braille írás, tehát a vakoknak kitalált rendszer, amely hát ugye nyelvészetileg nem fordítás, azt azért hadd mondjam el, az csak egy másik írásrendszer. Ezzel szemben a jelelt szentírás a siketeknek és a nagyot hallóknak az valóban fordítás, mert az nyelvészetileg külön nyelvnek számít. És itt van még ugye ez a
ez a Paratex nevű program, rá lehet keresni az interneten, teljesen ingyenes, ez egyszerre több tucat biblia változatot képes megjeleníteni, szótári meghatározásokkal, az adott héber és görög szónak a teljes ragozási sora, hogyha valaki jóhajtja. Tehát ebből is látszik, hogy ma már, aki ezt komolyan tudományos alapon akarja űzni, annak rengeteg segédeszköze van mindehhez. Léteznek kéziratfelismerő és központozási ellenőrző programok, hát évszázadokig ilyenről nem lehetett álmodni. És már itt kopogtat a Biblia fordítás ajtaján is a gépi fordítás. Ugye most már a szakfordításnak a mindennapjaiban hát viharos gyorsasággal terjed, de most már a Biblia fordítók sem átalják bevallani, hogy bizony-bizony ők is ezt néha igénybe veszik. Hát majd a jövő eldönti, hogy milyen hatásfokkal. Na de hát nyilván mindenkinek érdekesebb, hogy Magyarországon hogy zajlott le ennek az egésznek a története. Ugorjunk vissza 1100-ba, Szent István idején és a halála után még hát nyilvánvalóan más nem is jöhetett szóba, mint hogy Jeromosnak ugye a vulgátáját használják, a latin változatot. Viszont egy olyan zsinati határozat született, amely kimondta, hogy a Szent Leckét és az evangéliumot a Szent Misén igenis lehet magyarázni, vagyis magyar nyelven, ugye nem tudom, ki gondolt már bele, hogy magyarul nem véletlenül mondjuk azt, hogy magyarázni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy láttuk az ókori zsidóságnál a tárgumot, itt ez történik, hogy élő szóban át lehet fogalmazni, meg lehet magyarázni azt, ami latinul elhangzott. Voltak akkor is már ugye olyan szerzetesek, akik nem igazán tudtak jól latinul, voltak világi testvérek, akik segítettek, voltak apácák, tehát az igény kialakult erre, hogy legyen valamiféle magyar változat. Most itt van ugye az első magyar szövegemlék, ugye ezt mindenki tanulta magyarból még gimnáziumban, hogy ezelőtt volt már 1055-ben ugye a Tihanyi apátság alapító levele, de az csak szórványemlék, ami azt jelenti, hogy szótövek és toldalékok vannak benne magyarul, ez viszont összefüggő szöveg, és ez ugye ennek egy jó része nem más, mint Mózes első könyvéből a második, harmadik fejezet házi feladat otthon összehasonlítani, hogy nem én találom ki, ez tényleg így van. Nem szó szerinti fordítás, de jó példa arra, hogy már van valami próbálkozás arra, hogy magyarul szólaljon meg a Biblia. De ez először sokkal később történik meg egy Bátori László nevű pálos szerzetesnek köszönhetően, aki a Nagy Hárshegyen visszavonul egy barlangba. Ez tényleg mai fejjel elképzelhetetlen, 20 évet tölt ott remeteként, és ott fordítja le egyes-egyedül a Bibliát. Ugye sajnos az eredeti ennek elpusztult, de Esztergomban meg lehet nézni a másolatot, de azt hiszem, hogy az sem teljes, csak bizonyos részletek vannak meg ebben a Jordánszki kódexben. És aztán a szakirodalom legtöbbször ezt az úgynevezett huszita Bibliát emlegeti. Két egykori ferences szerzetes munkája, Tamás és Bálint, akik Prágába menekülnek, ez már megint ugye az előreformációnak a kora, megismerkednek Husz János tanításaival, és ennek nyomán veszik alapul a vulgátát, és fordítanak magyarra. Sajnos ez megint csak töredékesen maradt fönn, de három kódex őrzi egyébként ennek elég sok részét, és hogy egy érdekességet is mutassak, a Mi Atyánknak a legrégebb óta megőrzött magyar változata, az pontosan az ő tolluk alól került ki, íme itt van 1466, illetve hát korábbról, de nem olvasom föl, remélem nagyjából látszik. A nyelv elég sokat változott, ugye a legfeltűnőbb különbség, hogy még névelőt nem nagyon használtak akkor, ugye éppen az elsősorban van, de utána nincs. Ez ugye akkoriban alakult ki, mint új nyelvtani kategória a magyar nyelvben. Itt már megígérem, hogy nem fűzök mindenhez kommentárt, mert akkor nagyon sokáig tartana, csak azt akarom érzékeltetni, hogy borzasztóan gazdag a magyar kódex irodalom, egy-egy kódexben szentírási részleteket és egyéb szent, hát hogy mondjam, lelkiségi tartalmakat adtak közzé, tehát ezeknek csak a nevét fölvillantom, hogy ezekben mind egy-egy bibliai részlet olvasható magyarul. Komjáti Benedek azért úgy a köztudatban talán jobban él, ugye Szent Pál leveleit fordította le, már Erasmusnak a hatására, tehát az ő szövegét alapul véve, Pesti Gábor az Új Testamentum címen adja ki, de tulajdonképpen ez csak a négy evangéliumot tartalmazza,
aztán megint ugye Kódex. Szilveszter János, aki 2 évvel azelőtt írja meg az első magyar nyelvtankönyvet, Grammatica Hungaro Latina a címe, mert ugye latinul adja közé, és íme az Új Testamentum, Székely István Zsoltáros könyv, Heltai Gáspár, ugye egy teljes fordítással áll elő, illetve hát föltüntettem a kivételeket, de hát azért ez elég szép teljesítmény, 4 év alatt itt is gyakorlatilag egymaga elvégezte a feladatot. Mélius Juhász Péter, hát itt ugye már egyre inkább a reformáció előtörését látjuk a történetnek ebben a szakaszában. Megint ugye a kódexek, 1586 Félegyházi Tamás, egy debreceni prédikátor volt, ugye azt mondja, hogy az mi Urunk Jézus Krisztusnak új testamentuma, avagy frigye. Ugye nagyon érdekes, ezt a szép szót használja. És aztán megint, hát ahogy német nyelvterületen Luther megkerülhetetlen, úgy Magyarországon Károli Gáspár, aki egy Gönc nevű településnek volt az esperese, csak hát ugye a saját biztonsága érdekében az ő támogatói Vizsolyon létesítettek egy nyomdát, és hát ez úgy történt egyébként, hogy a feleségét és 3 gyermekét elveszítette a pestis járványban, hát képzelhetjük, milyen lelkiállapotba került, de hát akasztófa humorral azt mondanám, hogy ideje legalább volt egy ilyen munkára. Vélhetőleg már az 1580-as években hozzálátott, vagy talán már korábban is fordított belőle valamit. Az utókor általában azt mondja, hogy egyébként képtelenség lett volna gyakorlatilag 3 év alatt, mert ugye ezt ő árulja el, lefordítani a teljes szentírást. Minden esetre ugye ezt úgy tartjuk számon, hogy az első teljes fennmaradt, ugye, mert hát volt korábbi is, csak az elkallódott, és eredeti nyelvekről készített, ez nagyon fontos, tehát nem a Vulgátát veszi alapul, hanem a Hébert és az ógörögöt, és azt mondják a kutatók, hogy az előbb említett Félegyházi Tamásnak meg, hát szép titokban átveszi az új szövetségét. Tehát valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan haladt a munkával. Van egy előjáró beszéd, ahogy ő hívja a mű elején, ebben leírja, hogy egy néhány jámbor tudós atyafiakkal, kik nékem a fordításban segítségül voltak. Sajnos név szerint fogalmunk sincs, hogy kik voltak, valószínűleg 3-4 környékbeli prédikátorról van szó. És azt mondja, hogy követtük-e fordításban sok jámbor tudós embereket, kik fordították a Bibliát, akik ezelőtt valami részt fordítottak, azokat is nem utáltuk meg, milyen szép, hanem megtekintettük. Tehát ő nagyon becsületesen bevallja, amit tulajdonképpen a korábbi fordítók is megtettek, hogy figyelembe vették a korábbi műveket. Szenci Molnár Albert, aki aztán ugye ő gondozta ezt a vizsói Bibliát, tehát már a revízióit hát elkészítette. 16 évesen, ezt csak kis színes érdekességként mondom, hogy nap mint nap hurcolja át gyalog Göncről Vizsolyba, tehát megteszi ezt a 12 kilométert, adott esetben szerintem többször is. Hát sajnos, ha a jövőbe látott volna, várhatott volna 400 évet, mert az M30-as autópálya jelenleg ott húzódik, és hát kicsit gyorsabban megoldotta volna a dolgot. De hát hajtotta a lelkesedés. Azt mondja az előjáró beszédben Károli, minden keresztény olvasókat kérek, ha valahol az fordításban tévelgettem, és azt célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Nagyon szép, teljesen egyetértek, ezt minden komoly biblia fordító vagy leírja, vagy levelezésében elárulja, vagy élőszóban, hogy nincs tökéletes, kifogástalan fordítás, mindenbe bele lehet kötni, és bele is kötöttek mindig a kortársak és az utókor egyaránt. Itt megint csak fölvillantom, hogy rengeteg revíziót ért meg ez a vizsói biblia. Itt a misztótfalusi Kismiklós, ő nyomdász volt, nem teológus, azért hívják aranyos Bibliának, mert aranybetűkkel szedte azokat, amelyeket Károli magyarázatként iktatott a szövegbe. Eredetileg Károli döldbetűvel szedte azt, amire ő úgy gondolta, hogy úgy jobban érthető lesz a szöveg, itt meg ugye arannyal jelent meg. Jó, ezek még továbbra is ugye a vizsói Biblia átdolgozásai. És hát aztán a katolikus egyház már úgy érezte, hogy nagyon szorul a hurok, és itt az ideje, hogy valami válaszlépésre szánja magát, úgyhogy Pázmány Péter, ugye hát az akkori bíboros prímás bízza meg Káldi Györgyöt, egy jezsuita papot, hogy akkor, hát ha Károli így, akkor te meg úgy,
hozzá létre egy katolikus változatot. Hát mondanom sem kell, hogy ez a Vulgátán alapul. Ugye hát a katolikus egyház kijelentette, hogy szent szöveg, szent nyelv, attól nem térünk el. Érdekes egyébként, hogy 1605 és 7 között keletkezik maga a fordítás, de aztán csak 1626-ban jelenik meg. Ugye úgy hivatkozik magára, hogy Jézus alatt vitézkedő társaság beli, tehát jezsuita, nagyszombati Káldi György. Itt is a szövegvizsgálat azt mutatja, hogy egy rend társának a kéziratos fordítását fölhasználta, és ami megint érdekes, hogy 300 éven keresztül ugye a katolikus egyház ehhez tartotta magát, tehát 73-ban volt a legutóbbi revíziója. Na most innen már áttérek arra, hogy akkor nézzük meg felekezetenként, de nem olvasom föl, mert sokáig tartana, csak próbáljuk befogadni, hogy hányféle született. Itt van a ma használatban lévő 73 óta a Szent István társulati, ugye ezt hatan hozták létre. Itt vannak még ugye ezek is, legutóbb egy Pannonhalmi Bence és a László atya készítette el az Új Szövetségnek, tehát ez a lehető legújabb, amely létezik. Következzenek a református fordítások. Ballagi Mór, aki kiváló nyelvész volt és szótárszerkesztő, hát én érthető okokból ezt tartom számon, de ugye jogász is volt, sok egyéb stallumot viselt. Zsidónak született, tehát a nevével még találkozunk, mert ő ugye a Héber Bibliát is lefordította, és akkor még zsidóként, és később lett belőle református, és akkor vállalkozott a teljes Biblia fordításra, de anyagiak hiányában ez nem jelent meg, és akkor mutatom itt is a továbbiakat. Hát látjuk, hogy ez csupa-csupa részfordítás, de nagyon fontosak természetesen. Tehát, hogy így mondjam, felekezetenként, hát a bőség kosarából, hogy mondja a költő, hogy ha majd a bőség kosarából, hát ez már megvalósult, mert lehet válogatni, hogy kinek ez a felekezet, kinek az, és azokon belül is rengeteg lehetőség van. Ez mind-mind református, akkor ugye egy néhány evangélikust is föltüntetünk, mert talán majd a nyelvi példák azért érdekesebbek lesznek, mint önmagukban ezek a címek. Izraelita, íme itt van Ballagi Mór, ugye ő Bloch Móric néven született, és Mózes 5 könyvét fordította először. Ugye Héber magyar kétnyelvű változat, tehát kicsit, ha még emlékszünk az előadásnak az elejére, amikor azt mondtam, hogy a Koránt is szabad fordítani, csak ne hívjuk fordításnak, és legyen kétnyelvű. Hát ez is ilyen, hogy azért csak legyen ott az eredeti Héber szöveg mellette. Jó, és akkor most jutottunk el odáig, hogy próbáljunk meg általános következtetéseket levonni ebből a sok mindenből. Mi minden jellemző a Biblia fordítását? Hát először is az, hogy időigényes, hát ezt nyilván nem kell külön magyaráznom, a Septuaginta, mint láttuk, az csekély 100 éven keresztül készült. Luther, ugye megdicsértük az előbb, hogy 10 hónap alatt elkészült az Új Szövetséggel, viszont az Ószövetség már 22 évébe telt, ráadásul úgy, hogy legalább 6-an segítettek neki, de mentségére legyen szólva, hogy akkor ő már elhagyta a Warburgi várat, megkezdte egyházszervező tevékenységét, tehát nagyon sok egyéb feladata is volt, amellett foglalkozott ezzel, de hát Szent Jeromos is ugye a Vulgátán 13 éven keresztül dolgozott. A fordítás sokszor közvetítő nyelves, tehát nem az eredetiből készül, hanem valami közbeiktatott dologból, ahogy mondtuk, ez a katolikus hagyományban a Vulgáta szokott lenni. Az újabb, hogy is mondják ezeket, az új protestáns, új pünkösdista irányzatok, az angolt szokták alapul venni, stb. A Biblia fordítás nagyon sokszor csoportmunka, ugye ezt ma tanítjuk az egyetemen, hogy mit is jelent a csoportos fordítás, és igyekszünk olyan képet vágni, mintha ezt mi találtuk volna föl, de nem, ez az ókor óta így van, nagyobb terjedelmű műveknél, tehát Károlinak körülbelül, ugye, vagy vele együtt ugye 4-en dolgoztak rajta, Jakab király, mint mondtuk, 54 tudóst bízott meg, ebből 47-et ismerünk név szerint, Luthernek ugye nagyjából 6 segítőtársa volt, ha ugyan nem több. A következő sajátosság az, hogy a Biblia fordítások folyamatos revízión mennek keresztül, és mindig az a nagy kérdés, hogy meddig érdemes, nevezzük nevén, toldozni, foldozni, és mikor jön el az a pillanat, amikor inkább új fordítást kell készíteni. Hát erre ugye rengeteg válasz létezik, ezt így nem lehet örökérvényűen megválaszolni.
Mondtuk, hogy a bibliafordítás nem csak anyanyelvre történik, hanem idegen nyelvre is, ez elsősorban ugye a volt gyarmatokra jellemző, az egzotikus nyelvekre, és talán még érdekesebb az, hogy maguk a fordítások is ugyanúgy kanonizálódnak, mint ahogy az eredeti szentírás. Tehát ezt többször említettük, hogy például a Vulgát az 1500 évig minősült, hát kőbevésett változatnak, és ugye hát attól nem volt tildomos eltérni, de német nyelvterületen a Luther-féle változat 400 évig volt használatban, a Jakab király Angliában 300 év, nálunk a Károli és a Káldi egyaránt 300-300 évig a református és a katolikus egyházban. Tehát már-már az eredeti Bibliával egyenértékű tekintélyt ért el mindegyik, és hát közös sajátosság, hogy a fordító az szinte mindig pap, vagy legalábbis hát teológus, ugye a Jakab király esetében is, abból az 54 főből azt hiszem, hogy egy nem volt felszentelt pap, az összes többi igen, de az az egy is természetesen a teológiának a professzora volt. És gyakori ugye a kompiláció, a szót már használtam, tehát az, hogy összeszerkesztenek korábbi változatokat, hát maga a Vulgáta így jött létre, de hát ugye Károli is derekasan, férfiasan bevallja, hogy ehhez a módszerhez folyamodott. Nyilván nem végig, tehát nagyon sok minden az ő kezemunkája, de sok mást meg korábbi fordításokból állított össze. És akkor így érünk el az előadásnak a legutolsó részéhez, ahol hát remélhetőleg még érdekesek lesznek ezek a példák, hogy azt mondja, a fordítás elméletben az ókor óta megvan ez a kettősség, hogy most akkor szó szerint fordítsunk-e, vagy értelem szerint. Hát ez örök érvényű kérdés, erre sem lehet végleges választ adni. Tulajdonképpen koronként, felekezetenként, fordítóként, sőt, bibliai könyvenként más és más megoldással szembesülünk. De mondom, ez nem csak a bibliafordításban van így, ez a szak és a műfordításban ugyanígy, a tolmácsolásban ugyanígy, a helyzettől, nagyon sok mindentől függ, hogy valaki ennek a képzeletbeli egyenesnek a két végpontja közül melyikhez húz egy adott közlési vagy közvetítési helyzetben. Hát akkor kezdjük azzal a két nagy irányzat közül, hogy van szó szerinti, vagy más néven formaközpontú, vagy idegenítő fordítás, így is szoktuk mondani, amelynek az a célja, hogy a hitelességet és a szentséget éri el már, mint ahogy az előbb mondtam, az eredetivel egyezően ő maga is szentnek minősüljön, azon kívül érzékeltesse a forrásnyelvi gondolkodásmódot, ez nagyon fontos, főleg a Biblia esetében, hát óriási időbeli, földrajzi, kulturális és vallási különbség van ő közöttük és mi közöttünk. Tehát aki ilyen fordítási elvet követ, az nyilván ezt akarja érzékeltetni, hogy milyen volt az ő világuk. És van egy harmadik szempont is, hogy megőrizzük az eredeti szövegnek az irodalmi szépségét. Tehát a szószerinti fordítás abban szokott megnyilvánulni, hogy a forrásnyelvi elemeket a fordító pontosan követi, ez adott esetben a szórendre is igaz, és nagyon hajmeresztő dolgok tudnak ebből kijönni, de ezt évszázadokon keresztül nagyon sokan komolyan vették, és úgy gondolták, hogy nem is lehet másként fordítani, csak is így. És a másik dolog a következetes fordítás, amely azt jelenti, hogy a forrásnyelvben van egy A szó, akkor a célnyelvben annak mindig egy B szó legyen a megfelelője. Ezt hívják a Biblia fordításban a konkordantivitás elvének, amelyről azonban minden hozzáértő meg szokta állapítani, hogy ez lehetetlen. Hát megint próbálja ki bárki, aki ezt nekem nem hiszi. A szavaknak nagyon sok jelentésük van, sokféle stílus értékük, egész egyszerűen lehetetlen, hogy én valamit mindig ugyanazzal a szóval adjak vissza, de volt nem egy olyan fordító, aki erre törekedett. És hát meg is lett az ára, mert például Wycliffe esetében azt mondták a kortársak, hogy érthetetlen az általa létrehozott angol szöveg. Ezt szintén említettem, hogy ha értelmetlen vagy kétértelmű lenne a szöveg, már hogyha nagyon ráragadna a fordító az eredetire, akkor lehet ilyen kis trükkhöz folyamodni, hogy dőlt betűs vagy zárójeles betoldásokat alkalmaz. Tehát ahogy ezt Károli is megoldotta. És akkor jöjjön egy konkrét példa, az asszony. Ugye sokan fölkapják a fejüket, mondjuk gyakorló katolikusok körében, de hát én feltételezem, hogy a protestáns testvérek is így vannak ezzel. Ugye azt mondja Jézus, hogy mit akarsz tőlem, asszony, vagy asszony, íme a te fiad, mondja a keresztfán.
És hát ugye sokan azt mondják, hogy mai füllel hallgatva, hogy ez mennyire tiszteletlen és rideg, és elutasító, stb. És hát nagyon valószínű, hogy itt az asszonynak az a jelentése, hogy velem csak a mennyei atya rendelkezik, ugye mert az első idézet az a kánai mennyegzőn hangzik el, tehát ő elhárítja az anyjának az aggodalmát. De ez szép példa arra, hogy ez szó szerinti fordítás, hát ott van héberül, illetve rosszul mondom, ugye görögül, hogy asszony, és hát ugye a fordításban ez megmaradt szó szerint, csak hogy némi félreértést okoz a mai olvasók körében. De ott van az asszony és a férfi, nézzük meg az Ószövetségben. Asszony a neve, mivel a férfiből lett, olvassuk a Teremtés könyvében. Nagyon sokáig nem értettem, és nem kell föltenni a kezét annak, aki így van vele, de gyanítom, hogy többen is vannak ilyenek, hogy ennek magyarul semmi értelme nincs. Hát emögött az rejlik, hogy héberül isz, az a férfi, és iszá, az a nő. Hát a héberben van ennek értelme, ez egy nem nyelvi játék, ez egy, hogy mondjam, egy morfológiai tény, hogy az egyik szó a másikból származik. Odaírtam, hogy angolul és spanyolul, hát ők kényelmesen hátradőlhetnek a karosszékükben, mi megoldottuk a feladatot, mert a mi nyelvünkben van két ilyen szó, tehát a magyarban két más szót ő, ez egyszerűen nem jön vissza. Jézus testvérei, ez nem ártatlan szóhasználati különbség, ez egy nagyon komoly teológiai eltérés a katolikus és a protestáns egyházak között, ugyanis ugye a katolikus egyház dogmaként hirdeti, latinosan ugye a Semper Virgónak nevezi, tehát hogy a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária. Ugye ez a dogma azt mondja ki, hogy sem Jézus születése előtt, sem utána nem szült. Ergo nem lehettek testvérei. Na most nagyon régóta vita dúl, tehát ugye ekkor megérkeztek anyja és testvérei, íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. Tehát itt van ez az adelfoi, görög szó, és hát itt ugye a vita a körül forog, hogy most akkor ez vérszerinti testvér, féltestvér, vagy, mint a katolikus egyház mondja, unokatestvér. Tehát valami közelebbről meg nem határozott rokon. De hát ez megint annak a példája, hogy szó szerinti fordításból milyen félreértések származhatnak. Itt vannak az úgynevezett hebraizmusok, tehát a héber nyelvnek a különböző szóhasználati sajátosságai, stílus eszközei, amelyek mind az Ó, mind az Új Szövetségnek a fordítását átszövik. Hát ez teljesen egyértelmű. A leginkább szembeötlő talán ez a mondatkezdő és, héberül a vav, amely hát ugye ilyen részletekre kell gondolni, hogy és látta az Úr, hogy ez jó, és megteremté a, és az ötödik napon, tehát majdnem minden mondat így kezdődik. És ugye hát a fordítók elég későn ébredtek rá, hogy talán ezt nem kellene ilyen gépiesen átültetni, ha csak zászlónkra nem hímezzük, hogy mi most szó szerint fordítunk, mert akkor lehet és, mind az 540 előforduláskor. De egyébként ennek a kötőszónak van olyan magyar megfelelője is, hogy de, vagy amikor, vagy semmi. Tehát olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen jobb, ha kihagyjuk. De hát ez is vita, hogy most akkor érzékeltetni akarom-e a héber gondolkodást és nyelvet, vagy ugye az már a másik fordítási alapelv, hogy a célnyelvhez akarok közeledni. Jó, hát itt is ugye a mennyek és poklok, ez magyarul hagyományosan egyes szám, de a héber hatásra többes számban jelenik meg a szövegben. Ez az úgynevezett héber genitívus, az énekek éneke, talán a legismertebb példa, ami azt jelenti, hogy a legszebb ének, vagy a királyok királya az ugye a legnagyobb király. Ez érdekes, hogy azért ez mint stílus eszköz nagyon sok nyelvben gyökeret vert, és hát a fordítástól függetlenül, vagy annak a hatására, de attól függetlenül már létrejöttek más ilyen kifejezések is. Vagy az, hogy ezüstből való ékszerek, hát ezt legalábbis magyarul inkább úgy szoktuk mondani, hogy ezüst ékszerek. De korábban a fordítók ezt is héber hatásra így fejezték ki. Vagy az, hogy ők mindketten együtt mentek, tehát olyan nyelvekben, mint a magyar, ahol vannak ugye személyragok, hát ott fölösleges a névmást kitenni, de hát a héber az nem ilyen, és megint ez ugye belekerült nagyon sok fordításba. Megteremtette és elkészítette, az inkább úgy lenne a mai nyelvekben, hogy megteremtette, majd elkészítette, tehát megint az és szónak egy másik jelentése. Mózes a szolgám, vagy a szolgám Mózes, és így tovább hosszan lehetne sorolni, vagy ezek az úgynevezett tőismétlő szerkezetek, mint hogy fogadalmat fogadott, meg álmot álmodott. Hát azért van a magyarban is, tehát az, hogy esik az eső, az pontosan ilyen, csak úgy értem, hogy mondjuk ilyen mennyiségben ez mind ugye a hebraizmusra vezethető vissza.
És hát ez is nagyon érdekes, hogy Isten látta a fényt, hogy jó, ez szó szerint így van a Teremtés könyvében. Hát ez nyilván azt akarja mondani, hogy Isten látta, hogy a fény jó. Tehát nem akarok senkit terrorizálni a nyelvészettel, de ugye az alárendelésnek az alanya szépen előre sétált, ezt mondatátszövődésnek nevezzük, vagy prolepszisnek. Ez a mai magyar beszélt nyelvre is jellemző, de hát itt ugye nagyon szembeszökő egy írott szövegben. Na most, ha szó szerint akarunk fordítani, annak elég komoly akadálya lehet az, ha van a forrásnyelvben ugyanarra a dologra több szó, tehát egy szinonima sor, míg a célnyelvben csak egyetlen szó felel meg neki. Például azt mondja Jézus, hogy atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyekben, vagy aki a mennyben van. Akkor én most ezek után miért mondom azt a pap ismerősömnek, hogy Géza atya vagy Béla atya, igaz? Hát azért, mert a görögben volt a pater és az abba, és az két külön atya. De hát a magyarban nem tudunk mit csinálni, egyetlen szó van rá. És ugyanígy Jézus megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem, méghozzá háromszor is, és ugye kétszer a görög agapász szót használja, és harmadszor a fileis szót, magyarul nem tudunk mit csinálni, szeretsz engem, egyetlen szó van rá. Jelzem, hogy a latinban is ugye a diligész és az ámász, tehát két, ugye azt hiszem, hogy a latinban négy, a görögben meg hét szinonima van arra, hogy szeret, úgyhogy hát ilyenkor meg van lőve a fordító. Na most, ugye, aki hát szó szerint akar fordítani, az előbb-utóbb rá kényszerül, hogy átvegyen idegen szavakat, ami hát végül is nem baj, mert a papoknak többek közt az a dolguk, hogy ezeknek a magyarázatával segítsenek a híveknek. Hát minden esetre a magyarba így került be a héberből, én most itt csak 10 példát sorolok föl, ámen, apát, halleluja, hozsanna, kerub, messiás, pászka, rabbi, sátán, szeráf. Tehát vélhetőleg ezekre nem is találtak ki soha magyar megfelelőt, vagy ha igen, akkor az kihullott a használatból. Hát ezeket mind a mai napig így mondjuk. És aztán ugyanígy a görögből angyal, apostol, bazilika, démon, eukarisztia, evangélium, Krisztus, proféta, pünkösd, püspök, zsinagóga, zsoltár. Nem folytatom, mert rengeteg szót lehetne még a görögből, hát ugye nem is beszélve a latinról, azt csak azért nem írtam ide, mert hát az nem eredeti nyelve a Bibliának, de hát, hogyha belépünk egy templomba, ezt most csak úgy az érdekesség kedvéért mondom, hát maga az, hogy templom, az, hogy oltár, hogy mise, hogy sekrestje, hogy mit tudom én, szóval lehetne hosszasan sorolni a szavakat. Na és akkor érdemes volt idáig türelemmel figyelni, mert ennek az előadásnak ugye úgy kezdődött a cím, hogy a felszarvazott Mózes. Hát akkor szegény Mózes kitől kapta, és hogyan és miért ezeket a szarvakat. Michelangelo készített egy Mózes szobrot II. Gyula pápának a sírjára. Ez Rómában látható. És a Vulgátában azt olvassuk Szent Jeromosnál, a kivonulás könyvében, most csak ott az aláhúzott részt érdemes nézni, hogy cornuta esset facies sua, fel van szarvazva az arca, ugye ez így hangzik latinul. A Káldi fordításában azt látjuk, hogy ragyog az arca az Úrral való beszélgetés miatt. Tehát ő ezt már nem követte, nem vette át szolgaian a latinból. A dolognak a hátterében az áll, hogy a héberben van ez a keren, kéren, hát elnézést nem tudok héberül, amelynek hát kétségtelenül az az alapjelentése, hogy szarv, de az is, hogy fénysugár, és ugye hát a helyzetet bonyolítja, hogy a héber, ugye a sémi nyelvekhez, mint amilyen az arab hasonlóan, ugye csak mással hangzókat jelöl, és ez eleve megnehezíti a különböző hát olvasatokat, ugye ezért nagyon fontos, hogy a középkorban elkezdik működésüket, a maszoréta kutatócsoportok, tehát azok a zsidó, mondhatni klasszika filológusok, akik kidolgozzák, hogyan kerüljenek bele magánhangzók, meg hangsúlyjelek, meg központozási jelek a héber szövegbe, hogy el lehessen kerülni a kétértelműséget. Na most akkor hibázott-e? Ugye mindenkit ez izgat végső soron Szent Jeromos. Hát először is mondjuk azt, hogy a szarv igen régi jelkép, és nem csak az ő kultúrkörében, hanem Mezopotámiában, Egyiptomban, a görögöknél, etruszkoknál, stb. Mindenhol az isteni, örökletes királyi hatalomnak a jelképe. Ugye hát gondoljunk a szarvas állatokra, hogy azoknak a számára pusztító fegyver, az ember kezében szerszám, vagy ugyanúgy fegyver is lehet, sokszor fejdísz, és egyáltalán
időt álló az anyaga. Na most hát nem valószínű, hogy egy Szent Jeromos kaliberű egyházatya, egy hittudós ekkorát félrefordított volna. Nyilvánvalóan ezt a bizonyos hát forrásnyelvi elvet követte, hogy minél közelebb maradjon az eredetihez, és bízott abban, hogy az olvasó lesz annyira intelligens, hogy hát rájön, hogy ő nem állíthat ilyen anatómiai képtelenséget, hogy Mózesnek kinőtt a két szarva, hanem hogy az átvitt értelemben van, hát mint ahogy a szenteket is ábrázolják, ugye a glóriával, vagy hogy sugárzik, ugye, és akkor ilyen szarvszerű nyúlványokat szoktak oda rajzolni vagy festeni. Tehát ezért erre a kérdésre, hogy félrefordítása vagy tudatos döntés, én hajlamos vagyok úgy válaszolni, hogy ő ezt bizony tudatosan fordította így, és úgy gondolt, hogy majd az olvasó azt az erőfeszítést megteszi, amely egyébként szükséges a Bibliának az elolvasásához. A másik nagy irányzat az értelem szerinti, vagy jelentésközpontú, vagy honosító fordítás. Ennek az a célja, hogy közérthető legyen a szöveg, és megtaláljuk a legközelebbi természetes egyenértékest, ha egyáltalán van, mert sajnos ez nem mindig érvényesül. Ez azzal szokott járni, hogy ha valami homályosan van, vagy hiányosan megfogalmazva az eredetiben, akkor azt kifejtjük, vagy pótoljuk. Szabadon kezeljük a szófajokat, tehát például, ha az eredetiben főnév van, akkor teljes lelki nyugalommal beírunk egy igét, vagy egy határozó szó helyett egy melléknevet, vagy fordítva. A lényeg az, hogy értelmes legyen. Fölbontjuk a hosszú mondatokat, és akár adaptáljuk is a szöveget. Hát ennek ugye szélsőséges példája az a cut and patch változat, amelyik hát Georgiában játszódik, és ugye teljesen mai angolsággal szólal meg. Viszont ennek a honosító fordításnak van olyan hátulütője, hogy már sokszor tulajdonképpen átfogalmazásba torkollik. Tehát a fordító a legnagyobb jó indulattal ugyan, de meghamisítja az eredetinek a mondani valóját, a saját meggyőződését érvényesíti. Ez különösen ez annak tükrében fontos, hogy gondoljunk bele ugye az egész reformáció történetébe, hogy nagyon is nagy jelentősége volt, hogy most akkor melyik felekezet miben hisz, és hát bizony az egyik erre, a másik meg arra értelmezte a szöveget. És hát azt mondják a hozzáértők, hogy a költőiséget már pedig elég sok a költői jellegű szöveg, például az Ószövetségben is, hát kilúgozzák az ilyen jellegű fordítások, elvész a szépsége az eredetinek, és ami nagyon tömören van megfogalmazva, mert az is egyébként stílus erény, azt meg fölhigítja a fordító annak a jegyében, azzal a felkiáltással, hogy legyen közérthető. És a tág jelentéskörű szavakat meg leszűkíti, tehát ami azt jelenti, hogy van egy szónak egyszerre érvényesülő öt jelentés, a fordító óhatatlanul kiválaszt egyet, és azt mondja, hogy na hát így már érthetőbb lett az én változatom, igen, csak el is veszed belőle az a többlet, hogy az eredeti szövegben az a szó egyszerre utalt, pulzálóan, ilyen nagyon finoman több jelentésre is. Szokták mondani, hogy az ilyen fordító egy kicsit olyan atyáskodó, olyan leereszkedően viszonyul az olvasójához, úgyhogy hát nekik szokták azt javasolni, hogy akkor talán ne a Biblián éljék ki a mindenféle elfojtott, nem tudom én, vágyukat, ami a stílust illeti, meg a fogalmazást, hanem például írjanak szép előszavakat, vagy mondjuk bevezetést az összes könyvhöz, hát ezt annak idején Károli is megtette a saját fordításában, vagy mellékeljen lábjegyzeteket, szószedeteket, térképeket, tehát akkor a kettő, ugye a törzsszöveg, és ugye ezek a kísérő, ezek a járulékos részek kiegészítik egymást. Ma egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy például legyen felekezetközi fordítás. Hát a ma az úgy értendő, hogy már 30 éve van napirenden a katolikus protestáns, tehát van közös munkabizottság is, és ennek már van több eredménye. Utaltam arra, hogy az egyszerűsített fordítás iránt óriási az igény a mai világban. A jelnyelvit szintén mondtam, és talán még a nem semleges az nem került szóba. Itt ugye a magyar a szerencsés helyzetben van, mint hogy nem különböztet meg nyelvtani nemeket. Vannak azonban nyelvek, amelyek igen, és hát nem kell ahhoz nagyon harcias feministának lenni, csak egyszerűen az ember, ha gondolkodik, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar, és nem személyválogató, és mindenkit egyformán szeret, akkor azért talán túlzás lenne azt az eredeti szövegekben érzékelhető patriarchális szemléletet pontosan tükrözni, és akkor nem biztos, hogy mindent úgy kell fordítani, hogy atyám fiai, meg bátyáim, meg atyáim, hanem akkor valami nem semleges szóval lehet. Jó, itt is ugye vannak nyilván vadhajtások, meg túlzások, de tudjunk róla, hogy létezik ez az irányzat is.
viszonylag késői felismerés, és ez nagyon furcsa ahhoz képest, hogy milyen régóta létezik bibliafordítás, hogy ugye egész eddig úgy beszéltünk róla, mintha egyszerűen csak neki kellene ülni egy megfelelően jó nyelvtudás birtokában, és elvégezni a munkát. Holott a legelső kérdés mindig úgy szól, hogy tulajdonképpen kinek szánjuk azt a fordítást, és milyen célra. Tudnélik, egy szertartáson elhangzó részlet az egészen biztos, hogy más lesz, vagy jó esetben el fog térni attól, amit egy hívő a saját egyéni olvasása közben lát, vagy a saját imájához használ föl, és ez a kettő is eltér attól, amit mondjuk egy hittérítő pap használ a munkája során, és ott van még negyedik kategóriaként a tudomány is, amikor tényleg hát nyelvészként arra vagyunk kíváncsiak, hogy az a szó mit jelentett, vagy az a mondatszerkezet, stb. Stb. Ezért jöttek létre ezek az interlineáris, vagyis magyarul sorközi fordítások, amikor szóról szóra most már elég csak a számítógép egerét oda közelíteni, és hát mondom, az összes jelentés, ragozás, stb. Megjelenik, és hát pontosan lehet ellenőrizni, hogy mi micsoda az eredetiben. Egyre nagyobb az igény a közérthető szövegek iránt, tehát hogy ne csak az ókor tudósok, teológusok és biblikusok értsék meg. Ugye hát itt azért jegyezzük meg, hogy a protestantizmus ezt már a 16. században meghirdette, a katolikus egyházban ez csak a 20. század második felében következett be. És van egy másik kategória, a könnyen olvasható, az nem ugyanaz, mint a közérthető szöveg. Ez azt jelenti, hogy vannak nyelvileg hátrányos helyzetű befogadók, például gyerekek, kevésbé iskolázott vagy olvasott felnőttek, idegen anyanyelvűek, értelmi fogyatékosok, hallás- és látássérültek, diszlexiások, demens időskorúak, tehát rengeteg olyan csoport, amelyet, ha komolyan vesszük ezt az egészet, egyszerűen nem foszthatunk meg attól, hogy Isten igéjét ők is megismerjék. De hát akkor ez egy nagyon komoly szemléletváltást igényel, hogy ilyen fordítások létre is jöjjenek. És akkor következik a címnek a második fele, hogy ez az Isten fókája, ez micsoda és ez hogy keletkezett. Ez úgy történt, hogy az Új Szövetséget le kellett fordítani inuit nyelvre, ez a grönlandi eszkimóknak a nyelve, akik hát nagyon okosak, csak egy a baj, hogy egy árva bárány nem él náluk, és ezért a fordítók kitalálták, hogy akkor talán pótoljuk fókával. Ugye keresztelő Szent János mondja János evangéliumában, hogy nézzétek, az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Tehát ezt a szakaszt fordították le úgy inuit nyelvre, hogy az Isten fókája, mert az egy olyan aranyos, ugye hát az nem ragadozó, ugye mint a rozmár, vagy ilyesmi, vagy a jegesmedve. Ugye hát ezt már itt tehát elmondtam, hogy ugye ártatlan állatnak a példája. Tehát ez idáig szép és jó, és minden tankönyvbe bele is kerül ez a példa. De itt jön az én kellemetlenkedésem, hogy azért mindannyian ismerjük ezt a Zsoltárt, hogy az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiány, szerintem az egyik legszebb, zöldelő réteken legeltet, a nyugalom vizéhez terel és felüldít lelkemet. Hát teljesen egy ilyen bukolikus, ugye, ahogy az irodalmárok mondják, mint a pásztor költészet, egy idilli képet ábrázol. Hát én nem tudom, hogy ebben mondjuk hogyan lehet a fókát belerakni, vagy ideírtam ilyen szavakat, hogy lelkipásztor, főpásztor, püspöki pásztor, pasztorál teológia, tehát kialakul ugye az egész egyházi élet. Én nem tudom, hogy az inuit nyelven itt végig ugye a fóka jelenik-e meg. És ugye olyat is olvasunk, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de alatta ragadozó farkasok. Hát gondolom, akkor Grönlandon ez úgy szól, hogy fókabőrben jönnek hozzátok a rozmárok. Hát akkor biztos ez valahogy így van, de hát a fő a hit, ugye? Mindig az a lényeg. Na most ugye a Biblia fordítók fedezték föl először, amit aztán később az irodalmárok is, hogy bizonyos szövegekben vannak olyan szavak, amelyek csak ott fordulnak elő az adott nyelvben, ezeket görögül úgy nevezzük, hogy hapax legomenon, ugye egyszer mondott, ha szó szerint fordítom, az égő csipkebokor, hát tulajdonképpen nem tudjuk, hogy az Isten igazából mi volt, ugye oroszul is a bokor szó van, angolul is a bokor, nem tudom én németül, utána néztem a spanyolban, nagyon érdekes, hogy ott tényleg csipkebokornak hívják, de hogy milyen alapon, az rejtély, mert hogy nem tudjuk, mi az a valami. Hogy a behemót milyen állat volt, jó, vannak nyelvek, ahol ugye az oroszban talán, ahol ugye a vízilovat nevezik így, na, de ez nem azt jelenti, hogy az ókori zsidóságnak is azt jelentette, ez is hapax legomenon, és a manna mind a mai napig nem tudjuk, hogy az mi volt igazán.
vannak diszlegomenonok, tehát olyan szavak, amelyek kétszer fordulnak elő a Szentírásban. Hát kapaszkodjunk meg a legjobban ismert Úr imájában, ugye ez az epiúsziosz, ez kétszer fordul elő. Hát jobb hián azt szoktuk imádkozni, hogy mindennapi kenyerünket, de hát nem tudjuk igazán, hogy mi az a szó. Csak valahogy így Jeromos óta, úgy, mert ő ugye a quotidianum szót használja, hát ez terjedt el. És aztán ott vannak a felekezeti különbségek, tehát aki ma fordítani kezd, hát ezeket végig kell gondolni, hogy mit ír, hogy Ézsaiás vagy Izajás, Gecemáni vagy Gecsemáné, Izrael vagy Izrael. Hát vannak felekezetek, amelyek kifejezetten szeretik a régies alakokat, tehát nem elég azt mondani, hogy ez már elavult, mert nem, mert van, aki ehhez ragaszkodik. Kapernaum és Kafarnaum, sőt, embertárs és felebarát, itt is eltér egymástól a katolikus protestáns szóhasználat, keresztény keresztjén, kinyilatkoztatás vagy kijelentés, ugye a protestánsok inkább az utóbbit használják, sőt, özönvíz vagy vízözön, hát a magyar nyelv szempontjából édes mindegy, de ez egyébként így alakult, hogy az előbbi Károlinál, a második Káldinál jelenik meg. És talán a legérdekesebb ugye a Szentlélek kontra Szent Szellem probléma, ezt most már ugye a katolikus egyház is jó ideje beismeri, hogy ez egész egyszerűen rossz fordítás, mert hogy ugye hát látjuk, oda is írtam, van a görögben a pneuma és a psziché, és ezeket meg kellene egymástól különböztetni, de hát most már ez nagyon erősen beépült a hagyományba, ezt már elég nehéz lenne megváltoztatni, de vannak felekezetek, különösen új protestánsok, amelyek hát ragaszkodnak ahhoz, hogy az akkor legyen Szent Szellem. És még egy kis adalék ugye abból a körből, hogy a szókezdő S a protestánsban S-nek ejtődik, a katolikusban S, tehát Saduceus vagy Szaduceus, Sakramentum, Sakramentum, stb. Tehát nagyon sok szóban megmutatkozik ez a különbség. És azt hiszem, hogy itt ez az egésznek a legvége, ahol már csak azt szeretném bemutatni, hogy az előbb is utaltam régies és elavult nyelvi elemekre. Ezek hát a sorozatos revíziók és újrafordítások során nyilván háttérbe szorulnak. Ugye hát most már az szokott lenni az alapelv, hogy korszerűsítsünk, a mai olvasó is érezze magáénak a szöveget. De hát azért ez nem úgy megy, szóval ne képzelje úgy senki, hogy egy tolvonással, vagy nem tudom én, zsinati határozattal ezt úgy el lehet érni, mert a hagyomány nagy úra, ahogy az előbb is mondtam. Tehát például itt van megint csak Máté evangéliumából, hogy mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mai fordításban is ez az egyébként elavult szenvedőige ragozás megmaradt. De ugyanígy a római levélben, hogy ne uralkodjék, tehát a bűn a ti halandó testetekben, hát ma inkább azt mondanánk, hogy ne uralkodjon, tehát az ikesigéknek ez a felszólító, hát nagyon-nagyon, hát azt szoktuk mondani a nyelvészetben, hogy stilisztikailag jelölt, tehát szűkebb körben használatos, ritkábban, kifejezetten valamilyen stílus hatás érdekében szoktunk ezzel élni, de a köznyelvtől ez már idegen. És itt van ez, hogy halván halljatok, ez is hebraizmus, ugye ez a tőismétlő szerkezet, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Hát ma már ugye kevésbé a ván, vén, inkább a vave toldalék felel meg a köznyelvi normának, de hát ugye a Biblia fordításban ez még él. És a legutolsó a Jézusnak, hogy modern kifejezéssel éljek, a koncepciós pere, mert hát mi másnak lehetne nevezni, ahol azt mondja neki Poncius Pilátus, hogy te vagy a zsidók királya, ő pedig úgy válaszol, hogy magad mondod, legalábbis az egyik fordításban. Itt számunkra az az érdekes, mert talán elsőre nem érthető, hogy ezt miért nevezem régiesnek. Ugye a tegeződés természetesen él a mai magyarban is, de a nyelv használati szabályok megváltoztak. Tudnék, ha megfigyelünk bármilyen bibliafordítást, általános, kölcsönös tegeződés érvényesül bennük, nagyjából, mint egy Ezópusz mesében, vagy mint egy a 77 magyar népmesét felütjük, és mindenki mindenkivel tegeződik. Hát tulajdonképpen ilyen szempontból ez is egy nyelvi archaizmus,
hogy azért képzeljük magunkat ebbe a helyzetbe. Pilátus ugye, aki az elnyomó római hatalomnak a képviselője, éppen ugye hát élet és halál kérdésében készül dönteni Jézus feje fölött. Jézus egy megszállt területen élő, koldus szegény ember, bármilyen nagy erkölcsileg, ő abban a helyzetben ugye hát a, hogy mondjam, hatalmi szempontból teljesen ugye ki van szolgáltatva, és ehhez képest ő tegeződik, ugye, mert azt mondanánk az elsőre Pilátusnak a kérdésére, ez a csendőrpert, ugye, hogy aki a hatalmat gyakorolja, az letegezi a másikat, de tulajdonképpen az egész mögött az van, hogy a héber és az ógörög is csak egyetlen személyes névmást és igeragozást használt, tehát nem különböztette meg a tegezést és a magázást, ez minden európai nyelven sokkal-sokkal későbbi fejlemény, ugye a magyarban is nem is tudom, 16. század talán. És hát addigra meg már kialakult ez a nyelvszokás, és a bibliafordítók ezt nem követték. Tehát nagyon furcsa lenne ugye ma azt, hogy ön mondta, ugye Jézus tulajdonképpen így válaszolna a mai norma szerint, de hát valószínűleg a legtöbb hívő erre azt mondaná, hogy ez nagyon-nagyon modern, őrizzük csak meg ezt a bibliai stílus, hogy tegeződjön mindenki mindenkivel. Azt hiszem, akkor nagyjából ennyit szerettem volna mondani, hogyha az itt idézett bibliafordítókkal együtt köszönjük a figyelmet.